Hétfő reggel, 8 óra. Egy gyönyörűséges, szép hétfő reggel a Karib-tengeren, a helyszín Honduras, egy sziget Utila. És a mai videó egy digitális nomád napjáról fog szólni. A Hotel Rose ajánlata, azt mondja, hogy wifi, meleg víz és televízió. Ez nem véletlen egyébként, mert nem mindenhol van meleg víz. Sőt, néhol még áram sincs. Az elmúlt egy hét alatt háromszor volt áramszünet. Szóval nem a legegyszerűbb egyébként a nomád élet, de kedvenc kávézom. A lényeg az ez, gyerekek. Vegano options. Na gyerünk! Reggeli butha tál és egy kis smoothie munka mellé. Na jó, van, dél van, ami azt jelenti, hogy még nincs dél, de mindjárt dél lesz, átkimegyek egy másik helyre, ahol a stabil az internet, mert lesz egy hívásom, egy meetingem délbe. Connector. Nézzük az étlapot, azt mondja, hogy ez mind belízi, ez mind hondurasi limpira, vagy micsoda, el kell osztani 24-jel, akkor az ember megkapja a dollárt. Meeting, 8 perc, jó, még időben vagyunk. Ebéde, és közben egy kis zoom hívás. Na jó, lassan 3 óra. Eljöttem, mert kellene más is csinálunk a mai napon, csak dolgozni. Mert lehet dolgozni este és sötétben, viszont nem lehet elmenni körülnézni, kolbászolni sötétben, szóval el kéne menni egy kicsit. Hey, hello! A hinnél vágya emberek, szóval legyen az. Van itt egy édesízi barlang valahol a környéken, ezt meg kéne nézni. Laptop eldug, így ide be a párra alá. Kész. Sapka, napszúrás ellen. És már mehetünk is. Valaki azt mondta, hogy itt az erőmű mellett kell keresni a dolgot. Megkérdezzük? Hát, ha tudja valaki, merre kell itt menni? Azt mondták, erre kell menni itt. Aztán lehet, jól elküdtek. Halálba. Ú, Istenem. Itt van-e? Ez ennyire ki van építve? Még toj-toj is van. Oh, mekkora rák! Rák emberek, itt a főnök. Brutál jól néz ki. Ezt attól tartok, hogy telefon, kamera, semmi se adja vissza semmilyen. Na de a fő kérdés. Fürdés, nem fürdés, mi? Influencerek megérkeztek, DJ-vel, meg a koktéllal, stb. Az influencerkedés lényeg, gyerekek. Ne kelljen egy ilyen helyre. És így kell pózolni. Zenével. Félreért és ne essék. Én vagyok a legnagyobb influencer. Na jó van, elég volt a munkázásból. Fél öt van lassan, vissza kell induljak egy kicsit, még kell dolgozgassak. Szóval akkor irány vissza a civilizációba. Golfautóval, az influencerek, azaz. Hey, az a nem akármi. Bezzeg a kemények, mi? Azok gyalog mennek.
Azt már tévedtem, gyerekek. Nem éppen a turistás rész, nem tudom hova jöttem, de kiparkodunk visszafele, mielőtt meg nem bánnám, hogy erre jöttem. Ez érdekes volt. Hatalmas kontraszt. Ez, meg az előbb láthatott gettó között. Rossz utcán fordultam le. Azt hittem, hogy ide ki lehet jönni erre az útra valahogy. Hát nem. Sapka le, laptop fel. Na jó van, 5 óra múlott pár perce. Hamar megértük ezt a kis barlangtúrát. Nincs más hátra, mint egy pár óra extra munka még. Délutáni komp megjött, és közben a mesterter előállt. Konnektor fent a plafonon, labda bedugva, rácsomózva, és ide bekötve a kis... Aszta! Ez jó lesz futáshoz. Na jó, menjünk! Na jó, vissza a hostelbe, végeztünk a futásra, kb. 12-t lefutottam. Nincs más hátra, mint... Lassan vége a napnak, még egy vacsora az dukál, ennyi. Ennyi munka, edzés a többi után, szóval nézzük meg a kedvenc helyemet. Halában állsz. Ó, ezt figyeld, ebben mind lehet válogatni. Úgy működik, hogy egy tányérra rárakják, amit kész. Ebből választhatsz, ami ráfél, azt rárakják, és akkor abból lesz egy jófajta vacsora. Lehet ebből mind kérni, van mindenféle rizs, van mindenféle zöldség. Na de el verduras y pasta. Y poco de picante también. Meg is van tálkaja. Hát csak be kell burkolni akkor. Na szuper. 11 USA dollár ez a kettő így. Hatalmas nagy kaja. Egy mandulás, mandulateljes smoothie. A helyen van egy rakat konnektor és wifi, szóval lehet dolgozni, miközben az ember esetleg eszik az időt jobban beossza, de a legfontosabb az a csípős.